Közös tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a közvetlen elnökválasztásért. A DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd is úgy véli, nem szabad hagyni, hogy Orbán Viktor újra olyan köztársasági elnököt juttasson az államfői székbe, aki pedofil segítő bűnözőnek ad elnöki kegyelmet. Hiller Istvánnal beszélgetünk. Van, itt van már az MSZP választmány elnöke, volt oktatási miniszter, de most újra kikapcsolunk a Hősök terére, Pottyondi Edinát hallják. A többiek pedig bár egyet értenének, azt gondolnák, hogy ezért a kárálásért fölösleges volt a péntek estéjüket erre a rendezvényre áldozni. De van egy optimista verzió. Igaz, hogy egy ilyen tüntetés nem változtatja meg a világot, de megváltoztathat minket. A gondolkodásunkat, a mentalitásunkat, a tanult tehetetlenségünket. 50 ezer demonstráló nem elég. Nem elég, de egy jó kezdet. Itt van a stúdióban Hiller István, az MSZP választmány elnöke, volt oktatási miniszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát oktatási ügyekben szoktunk leginkább beszélgetni, vagy keresni, vagy pártügyekben, de rengeteg fiatal van kinn a tüntetésen, ezt mondták az újságíró kollégák. Hogy látja az egész tüntetést? A fiatalokat általában nem érdekli a politika, a közügyektől inkább elzárkóznak, a közvéleménykutatások is ezt mutatják, most viszont nagyon sokan ott vannak a téren. Ennek a megmozdulásnak, ennek a tüntetősnek a szervezői azt kérték a pártok képviselőitől, hogy ebből pártpolitikai előnyt ne kovácsoljanak. Én tisztelem őket, és megadom a szavaknak a súlyát. Ezért a véleményemet elmondom, de mi se zászlót, se jelvényt nem vittünk, és én is a mai megszólalásomban tiszteletbe tartva a szervezők kérését, ezt nem pártpolitikai eseménynek tekintem és kívánom felhasználni. Viszont az, amiről beszél, az az én felfogásom szerint nem valaminek a tetőpontja, hanem valaminek a kezdőpontja. Először három szereplő volt. Az elnök, a miniszter, meg a fiú. Tudja, vannak hangos botrányok, azok általában olyan emberekhez kötődnek, akiket ismer a közvélemény. Egy neves politikus, a köztársaság elnöke, de ez a történet hangos botrány, de az áldozat nem a köztársasági elnök, és nem a lemondott volt miniszter, hanem a fiú. A fiúk, akiket zaklattak. Az a sok tízezer fiatal, akik a Hősök terén ott vannak, ezért a fiúért és ezért a fiúkért vannak ott, mert úgy gondolják, hogy ez nem egyszerűen egy politikai esemény, hanem a társadalom egészét érintő bántalom. És hogy miért vannak ennyien? Jól mondja, aki mondta, vagy hogy, igen, tudom, Stefano Bottoni mondta, hogy ez egy nagy teszt. A virtuális tér lakói átmennek-e a fizikális térbe. Hozzátette azt is, hogy a politika, tehát hogy ő nem hagyná ki ebből a politikát, ennek is van egy ilyen veszélye, mert hogy a politika, egy demokráciában a politikusok fogják a cselekvést a végén megtenni. Kérem szépen, én azt mondom önnek, hogy az együttműködés, amit a pártok között, a demokratikus ellenzéki pártok között az MSZP kezdeményez, tehát most a pártokról beszélek, amit hónapok óta kezdeményez. Ebbe a stúdióba is számtalan társammal, sok alkalommal, önökkel is kérdésekre válaszolva, akár vitatkozva védtünk ezt az álláspontot, és kértük a többieket, és kérjük a többieket, hogy értsék meg, fogják föl. Akkor van egy konkrét eset, amit nem a pártpolitika idézett elő, hanem a hatalom, amire összeáll sok tízezer ember, az a pártoknak az üzenet, az, hogy egyébként értsetek szót. Nem érdekli el minket, hogy hogyan, de például az a tüntetés, amelyet közösen kezdeményeztünk és kívánunk,
októberre kívánunk az elkövetkező vasárnapon, február 25-én megvalósítani, az a pártok megjelenése, mert egyébként a társadalmi akaratot egy demokráciában a politika szinterére a pártok tudják megjeleníteni. Ugye, bocsánat, de ott egy más ügyről lesz, a közvetlen államfőválasztásért indult el. Igen, de van egy olyan ez a közvetlen meg közvetett elnökválasztás. Mi lenne, hogyha azt mondanánk, az MSZP azt mondja, válasszon a nép. Én értem a politikai kategóriákat, sok éve élek benne. Értem, és olyan cikornyásan is el tudom mondani a végzettségem miatt, hogy mire befejezem a mondatot az állítmánnyal, nem biztos, hogy emlékszik, hogy ki az alany, csak éppenséggel most nem ennek van az ideje. Válasszon a nép, ezt akarja az MSZP, ezt javasolja az MSZP, ezt kéri az MSZP a többiektől, a többi pártól, a demokratikus pártoktól, hogy lépjünk fel. És nem az a kérdés, hogy a következő elnökválasztáson ez a hatalom még valószínűleg önmagában a saját jelöltjét az parlament üléstermébe megválasztja, ez nem 3 hónapos követelés, legyen ez egy olyan együttműködési alap, ami egyébként számos más területre megteremti a példát. És igenis kell együttműködés, amit az MSZP mond a többi pártnak, a demokratikus pártok között, de meg kell teremtenünk a bizalmat a változást akaró civilek és a pártok között, miközben ismerem a civilek véleményét a pártokról. Csak tudja, a húsleves meg a bizalom között, többek között az a nagy különbség, hogy a húslevest meg lehet rendelni az étterembe, a bizalmat meg nem. Ezt lassan kell építeni, érteni kell egymást, és azok, akik változást akarnak, legyen az a politika síkján, és legyen az a társadalom legszélesebb síkján, érteniük kell. Hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, arról fogunk megbeszélni. Köszönöm szépen. Ez az MSZP ajánlata. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm.